És azóta igazából olvasok, tehát azóta valahogy úgy, úgy rákattantam, és szeretem, és, és, és aláírom azt, amit annak idején mondtak, hogy ugye sokkal sokkal nagyobb szabadságot ad a képzelőerőnek, mint, mint nézni valamit, amit már valaki kitalált helyette, tehát ha találjuk ki mi a saját történetünkben. Szorbi, köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat! Szia! Én köszönöm szépen! Egy ilyen élményemmel fogom kezdeni, szerintem hozzád fordulva nagyon sokan az élményüket mondják. Nyáron ott voltam az Egyfesten, és felléptetek Gyárgyó Szent Miklósban, annyira nagy élmény volt ez a tíz éves jubileumi koncert nekem rajongóként, vagy hallgatóként, vagy befogadóként. És, és nyilván nekem a munkám fonódik most össze a kárpát és, és, határon túl és Erdélyel, de akkor innen adnám át egy ilyen pont-pont-pont, hogy neked milyen volt hazérkezni, milyen volt ez a nagy koncert, és egyáltalán az ember ilyen nem az mintha hogy megáll nagy vonat egy picit, szóval van egy állomás, és így innen már van hova visszatekinteni. Óriási élmény volt, nem is, nem is csak az otthoni nagy koncert, hanem az, hogy otthon töltöttünk egy jó pár napot egymás után. Én most már Évek óta ugye a, a, a fesztivál szezon az, az nyáron van, tavasztól őszig, és nyáron nagyon kevés lehetőségem van otthon lenni. És így most egy jó pár napot otthon tudtunk uh, tölteni. Uh, csináltunk a fesztiválon belül egy ilyen hegyi levegő udvart, um, ami alatt különböző vagány olyan programokat szerveztünk, amik kötődnek hozzánk. És, um, és tényleg ki tudtam menni, most már évek óta először um, Szabadságot, Tehát, és, ó, hát, hát, együtt lenni a, a, a számodra fontos emberekkel? KB, igen, kellemeset, asznossal abszolút. És a, és tényleg a nagy koncert az, az meg hatalmas volt, mert uh, arra is itt kánadódik lehetőség, hogy, uh, hogy, hogy, hogy otthon lépjünk fel, hogy, hogy meg tudjuk mutatni a közönségnek olyan technikával, olyan színpaddal, kifutókkal, plusz elemekkel azt a fajta sót, amit um, alapvetően egy-egy kiemelt koncerten meg tudunk tenni, és ennek nagyon örültünk. De egyébként a közönség is picit más nem. Tehát, hogy én belegondolok, hogy milyen mondjuk abban a kerületben fellépni, vagy, vagy olyan, olyan helyen, ami mondjuk kötődik a gyerekkoromhoz, és, és nekem annyira egyben izgalmas és egyben megnyugtató, hogyha lenézek a közönségre, és látom azokat az embereket, akikkel vagy felnőttem, vagy a tanáraim voltak, szóval, hogy egy picit más érzés a, a hazai közegben lenni. Abszolút. Tehát az, uh, mindenhol kb. hál' Istennek tényleg nagyon jó közönség van, és mindenhol ugyanúgy szeretünk felépni, viszont egyedül egy, ami, ami valamiért más impulzusokat ad, ez tényleg az otthoni, otthoni városkán közönsége, mert ott tényleg megfordul a közönségben a szomszédnénitől a pékárusig, a, a mindenki tényleg, akivel az embernek. ha elkapod színpadról az arcot, akkor akkor um, eszedbe jutnak dolgok, miközben énekelsz, és az egy, az egy abszolút um, kiemelkedés és érdekes értés. Most nálatok nagyon sok esetben a, az albumokon, a szövegekben, és nyilván a hangzásban is, azért ö, erősen tetten érhető, mondjuk, hogy honnan jöttök, mi az otthonotok, vagy mik azok a hangok, vagy hangulatok, amiket hoztok magatokkal, de akkor most húzzunk le egy-kettőt, azt mondom, a Gyergyó Szent Miklós, mondjuk visszautazunk a gyerekkorodba, mondasz egy ízt, egy, egy hangot, és mondjuk egy egy olyan történetet, ami most így felnőtt korodban itt van, és, és szívesen is ez erre. Wow. Az ízzel. Mi wow. az íz, a gyerekkorod íze? Az íz, az szerintem hát mindenképp az ilyen diós kiflik jutnak eszembe, <tosz> hogy, hogy <tosz> és mindenből szerintem a diós. Általában nekünk édesanyánk szendvicseket pakolta az iskolába, és akkor néha mondjuk egy héten egy nap, Um, um, adott költőpénzre vegyünk a kiflit, egy-két kiflivre valót, és akkor én mindig diót vettem, erre emlékszem. Úgyhogy mondjuk legyen az íz a diós kifli. Oké. Okay. Um, hogy volt tovább? Voltak hangok, ami most lehet akár egy olyan, most a Petőfihez nyúlnak a versben, és megérem a kedvenc dúdolóját, hogy a cserebogár sárga cserebogár, amit a dajkája dúdolt uh -huh. neki, de hogy van -e, akár dal, akár csak valamilyen hang, ami a kertből jön, ami egy állatból jön, ami annak a helynek a hangja, amit ami, ami meghatározta a felnövésedet? Atmoszféra jut eszembe, most már én, én nagy karácsonyi lázba ég, égek már most, és, a, és a, az, hogy mi a... amikor jön az angyal, akkor a, 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 benne egy szobába, és állunk az ajtó előtt a családdal, és, és ott énekelni szoktunk mindig egy-két-három-négy négy karácsonyi éneket, és annak a, az atmoszférája, mint hang, hogyha ezt meg tudom így fogalmazni, mondjuk, hogy rácsapnék. Jó, és akkor volt még egy történet. Ez már végig is a történet volt, de akkor szedjünk még egyet, ami, ami, ami meghatározó és ami, ami fontos számodra. A legelső, ami eszembe jut, nem tudom, hogy meghatározó-e, de mondjuk okay. de, 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 a legelső az, az az, hogy dolgoztam egy ilyen ital lerakatba, és öcsémmel együtt dolgoztunk amúgy, és, és amikor felkeltünk reggel, akkor egy éjszak alatt akkor áthavazott, hogy egy ilyen méteres körül és hát, legalább több mint egy órát késtünk a munkáinkról, úgyhogy szerintem 300-400 méterre volt, mert kellett segíteni az embereknek, hogy ki tudjanak jönni a lépcsőház ajtóból, meg az autókat ki kellett ásni konkrétan, mert nem tudták senki, hogy ki, kinek melyik az autója. És, és mondjuk az a, az a látvány, ami, 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 ami ott fogad, meg az a, az a segítségnyújtás, amit az emberek egymásnak adnak. Most említetted a tesódat, akivel nyilván felnőtt életed is egybefor, és, és valahogy így a zenei pályátok is párhuzamosan fut, és akár amikor egy irodalmi műben a testvérekről olvasok, akár ö, amikor élőben megtapasztalom, hogy családtagok együtt dolgoznak, akkor azt gondolom és azt látom, hogy van, amikor ez egy harcos dolog tud lenni, és van, amikor viszont egy legtöbben azt mondjuk, hogy ez egy olyan stabilitás, amiben, uh, amiben sokkal jobban megkapom a szabadságot. És itt most minden kettő szó érdekelne. A szabadságot nagyon jól fogalmaztad, szerintem a, a... tehát nagyon érezzük egymásnak a rezgéseit, vagy hogy nagyon bízunk egymásban, uh, uh, hogy, hogy ki mit csinál azzal a zenével, de amúgy nem csak. És uh, mindig, mindig jó voltunk, tehát nem volt ilyen, semmilyenféle harc gyerekkorunkban, uh -huh. és kettő év van köztünk. Én általában, hogyha valaminek neki fogtam, vagy elkezdtem, vagy érdeklődést mutattam irányába, akkor öcsém is mindig, mindig elkezdett afelé kacsingatni, és, és ez, ez végig az egész életünket. És, és a zenével kapcsolatban is abszolút ez van, hogy ez szerintem erősítő, erősítő jellegű, kizárólag. Tehát igazából egy, egy, egy nehézséget, vagy negatívot, vagy harcot nem tudnék mondani. A harc is, ha idéző mondom, hogy harc, az is, az is olyan, hogy, hogy építő jelegű, és rögtön, rögtön visszábeszünk, és megoldást keressünk, a nem tudom, a, nem konfliktus, hanem inkább csak a maximum nézeteltérés, de olyan minimális dolgok, mint mondjuk a dalok hangszerésébe, hova kerüljön be, mol vagy dur most mondtam valamit. Uh -huh. Behoztad az angyalt, meg a karácsonyt, én is ilyen vagyok egyébként, hogy már nyár végén nálam szólnak a karácsonyi dalok, meg a hangulat, meg itt most nem látszik a felvételben, de már egy, egy csillag kívánt van de hogy fontos szerintem a szakralitás, tavaly volt egy olyan turném Erdében, Fárciumban indultunk, és, és Székelyföldig eljutottunk, ahol templomokban, meg tem Templomhoz kapcsolódó ilyen közösségi házába tartottunk irodalmú diákoknak és elképesztő felemelő érzés volt, fantasztikus volt érezni, nem csak így az advent alatt, de, de egy olyan közelséget, ami számomra nagyon fontos, ebbe te beleszülettél, ez neked nagyon fontos, egy kapaszkodó, a, most szakrajtást mondok, ilyen nagyon sznobul, de hogy a szentségnek valamiképpen a hétköznapi megélése? Abszolút úgy gondolom, hogy igen. Nyilván gyerekként ezt az ember nem nem biztos, hogy így fogja fel, vagy nem gondolja át. Vagy kapja gondolatban, hogy én kötelező Hát egész egyszerűen csak úgy, igen, a részévé, részévé válik a hétköznapoknak, aztán meg gimnazistaként, ahogy elkezdtem gitározni, rögtön, igazából szerintem egy pár évet játszottam is ilyen ifjúsági, valási csoportokban, ahol, ahol templomokban részt a szertartáson zeneileg. Úgyhogy valamilyen formában Úgy van, eg egész, igen, egész végig kísérnek ezek a dolgok. Nyilván most meg már felnőttebb feljel, sokkal jobban tehát érdekelt vagyok a, a, a dologban, meg, meg, szeretnék többet tudni a mindenről is. Igen, meg azon gondolkozom, hogy egy, tehát ugye annyira sokszor érzem azt, hogy kellene kapaszkodók az életünkben, és nagyon sokan, akik mondjuk akár egy szerzőért, akár egy zenekarért akár bármilyen rajonganak, azoknak kell egy közösség, meg kell valami, ami, ami, amiben így a nagy zajban megtaláljuk magunkat. És nem tudom, hogy neked van-e szükséged ilyen fogockodókra, vagy pedig ugye, összetudod foglalni, hogy, hogy, hogy mondjuk mik lehetnek ezek, de szerintem nagyon sok embernek így a nagy zajban elvesztődik a fókusz. És akár a vallás, akár mondom, egy, egy olyan zenekar tud lenni egyfajta vezető, vagy nem tudom, egy ilyen megnyugtató pont, hogy igen, én ennek a közösségnek a része vagyok. Te, te mondjuk ilyen rajongó típus, vagy hogy van ilyen dolog, ami fontos számodra, és, és a, az otthoni békédet, vagy azt, hogy kibagosi Babosi ezt meghatározza? Uh, rajongó típus nem vagyok alapvetően. Nekem a tehát hál' Istennek tényleg nagyon sok, nagyon sok barátunk van, és így is, így is, nevelkedtünk, hogy mindig ott voltunk egymásnak, és fontos volt, fontos volt az, hogy ott legyünk egymásnak, és mindent barátságokhoz kötünk, és csinálunk, és végzünk, és ha bár a mi életünk az elég pörgős, meg nagyon sok emberrel találkozunk, amikor, amikor próbálunk odafigyelni arra, hogy lecsendesedjünk mondjuk a hét eleje fele, vagy a téli időszakba, de az is inkább azt jelenti, hogy ilyen olaszos nagy családot kell elképzelni, tehát Aha. tényleg 10-20-30 fővel is, és, és naponta wow. több emberrel szeretünk találkozni, de azok, azok mind nagyon közel állnak a szívünkhöz, és terápiásan ki tudjuk magunkat beszélni, oda tudunk rájuk figyelni egymásnak, mint a mint a közösség, meg, meg az a fogóckodó, amit említettél, hogyha valaki ö, 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 valamit szeret, vagy valakit szeret, hogyha több ember szereti ugyanazt, akkor azok az emberek együtt vannak, és ha együtt vannak, akkor az egy, az egy óriási nagy erő. Oké, okay, most lépjünk be egy kicsit a mondjuk az irodalmi világába, és nem tudom, hogy mennyire volt a jó tanuló, erre most nagyon kíváncsi is vagyok, mert már hangokat kérdeztem, meg történeteket, meg itt csomó mindenről beszéltünk. De hogy, de hogy mégiscsak azt gondolom, hogy nem csak azért, mert azért a szöveggel dolgoztok is, tehát szöveget énekeltek, ez a szöveg meg kell, hogy ebben a szövegben azért kapaszkodók vannak, meg, meg jellemző dolgok. De hogy hol, van, hol van, ebben a történetben a, az irodalom? Hol van az, ami, ami tud lenni akár forrás? Nem tudom, hogy iskolában már ez egy fontos dolog volt-e, vagy most válik azzá, szóval egy kicsit havasd be minket. a, um, um kiemelkedő tanuló nem voltam, de, de a jobbak közé tartoztam szerintem. Ez egy ugye, ugye, Nem, a nyolcadik végéig szerint azt hiszem, hogy ilyen jó, jó szerű voltam. Jó, jó, volt a fejem, csak nem volt fel nekem, ugye ezt, ezt szokták mondani. És a kilencediktől meg egyre inkább elkezdett érdekelni a, ugye a a zenén át, a görkorcsáig, tehát mindenféle a dolog, ami nem alapvetően az, az, iskolához köthető. Történt. Igen. Igen. Viszont, viszont ott is volt egy, egy vagy két fél év, amikor amikor megmutattam, hogy, hogy, hogy alapvetően tudnék én, hogyha ha, 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 odaállnék, de um, akkor valahogy nem, nem, nem ezek a dolgok érdekeltek. Viszont, viszont az nagyon érdekes, hogy hogy elvégeztem a, a gimnáziumot, és, és mit tudom, eltelt még pár év, és, és már hogy belecsöppentünk a zenész életbe sokkal jobban, most egyre inkább érdekelnek talán azok a dolgok, amik akkor, akkor kimaradtak, csak annyi különbség, hogy most tényleg a, a, a szívemből jön a, a, az indítatás. És mondjuk egy könyvolvasásnál vagy egy versnél, mert nem tudom, ez különböző tud lenni a vers, ez egy ilyen rövidebb műfaj, azt, azt lehet akár egy nap befogadni gyorsabban a könyv, vagy egy regény, ugye ahhoz mindig vissza-vissza kell térni. Én most nem látom, hogy hol van időd erre, mert tényleg, hogyha egy a koncertnaptát megnézzük, ebben van-e idő arra, hogy mondjuk egy-egy regényhez minden nap visszatérjen, vagy mondjuk inkább a vers az, ami a kered fontosabb, vagy jobban kötődik, vagy hasonlatosabb, amit mondjuk így egy ilyen napi útra valóként magadra eresztesz, vagy, vagy így befogadsz? Regényes vagyok inkább, és abból is ugye olyan két fajtán a végletekből, hogy vagy az van, hogy akkor kezembe veszek egyet, és elolvasom nagyon gyorsan, és, és inkább azzal foglalkozok, és háttérbe szorítok kb. minden mást, vagy, vagy, van az, amikor mondjuk most inkább az van mondjuk az elmúlt hónapokban, években, hogy minden napra magamra szólok, hogy mondjuk esténként lefekvésett, akkor egy picit olvassak, és mondjuk ne a tévét bámuljon, vagy zenét olvassak, hanem az ágyban mindig egy picit, picit olvasok. De ez amúgy a, az volt az érdekes, hogy az első lemezünket, amikor írtuk, akkor, akkor Ata elmondta a gitárosunk nagyon sok interjúban, hogy alapvetően úgy írom a szövegeket, hogy semmit nem olvastam el, mert csak a né hét Harry Pottert de azt viszont tényleg ilyen nagyon gyorsan meg elektő végig. Okay. Aztán, aztán, rögtön, amikor a Orwellnak a regényét olvastam már az 1984-et, akkor abból dal is született is az az Óriások című dalunk, ami, Igen. ami azt inspirált, és azóta igazából olvasok. Tehát azóta valahogy úgy, úgy rákattantam, és szeretem, és, 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 aláírom azt, amit annak idején mondtak, hogy ugye sokkal, sokkal nagyobb szabadságot ad a képzelőerőnek, mint, mint, mint nézni valamit, amit már valaki kitalált helyette. Tehát, ha találjuk ki mi a saját történetünket. Így van, meg uh, nyilván adódott volna az a kérdés, hogy akkor, ha mondjuk van ettől, tehát akkor előbb olvasod -e a könyvben, vagy filmben, most itt a Harry Potternél melyik volt előbb? A, nem, a, amikor elkezdtem olvasni, akkor uh, három könyv volt megjelenve, csak, uh -huh. és uh, akkor jön meg az első filmbe. Tehát az 2000-ben kezdtem, és onnantól meg mindig a könyv volt hamarabb, mert arra, hogy jelentek Jó, meg a az. <laughs> de, de hogy ehhez kapcsolatban így eh, elég sok irodalmórát tartok eh, eh, gimikben a fiataloknak, és én egyre inkább azt látom, hogy eh, mondjuk egy könyvhöz tényleg egyfajta koncentráció kell, meg idő, meg figyelem egy másik ember gondolatára, de hogy annyira vizuális világban élünk, hogy, hogy szinte a figyelem egy szöveg befogadására már állandóan elkalandozik. Te, te neked ez a nagyon erős vizuális inger, ez megvan? Nem, nem, nem tudom, mintha te nem lennél annyira fönn ezeken a közösségi de most én nem kerestem külön rád, de Jó nem gondolt. láttam ezt a nagyon erős jelenlétet. Te érzed ezt a problémát? Ö, és ezt a helyzetet. Igen, érzem is. Én, én vizuális típus vagyok, a, 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 tehát amikor dalokat írok, akkor is, akkor is inkább egy kép van előttem, vagy, a, vagy az érzésem egy képre kivetül, és azt a képet próbálom megfogalmazni, tehát valahogy így, így tudnám leírni, és azt gondolom, hogy a könyvolvasáshoz, vagy bárminek az olvasáshoz vissza kell lassulni. Tehát, mert, igen, abba a felgyorsult, inger gazdag világban, mer vagyunk úgy, ahhoz, tényleg vissza kell. Kettőt hátra kell lépni az, hogy tudjunk olvasni szerintem. De ez viszont azért fontos, mert, mert ott hát egyrészt ott találkozol önmagaddal igazán talán, meg megismered önmagad, és, és esélyt adsz olyan fajta gyógyulásra. Egész egyszerűen időt magadnak, mert, a, mert, 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 tényleg, amikor minden percben valami inger ér, akkor, akkor nem tud foglalkozni magaddal, ugye akkor minden mással foglalkozó, csak magaddal nem. Míg hogyha az ember elkezd olvasni könyvet, akkor akár terápiás jelleggel is tud az működni. Így van, neked bármilyen a dolog születéséhez, vagy, vagy a zenei munkat, ez bármilyen állandóságra szükség van? Ezt ugye sportolóknál szokták tudni, ilyen kabalákat, hogy mit visznek magunkat. Neked kell bármi, ami, ami akár fizikai, vagy jelenlétbeli, vagy tárgybeli állandóság, ami ami neked fontos, vagy meghatározó? Hmm, hát egy hangszer, az kell nyilván, én, és, és, és azon, azon, ki, azon kívül nem, azon kívül a, a, én egyedül szoktam írni, tehát minden esetben mi, minimum valami olyasmi kell, hogy valahova tudjak elvonulni, legalább egy 20 méter és ott is, hogy tudjak, trüntyögni, vagy valamit csinálni, anélkül, hogy nem tudom, minden de öt van. percben valaki meg akarna kínálni egy üvegsörrel, mondjuk. <gül> <gül> Jó, de szóval kell egy kicsi egyedül lét, és... Igen, igen. Okay, és hát. talán, 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 idő kell elteljen mondjuk a dalok között valamennyire, mert én, én, én keveset írok, tehát én, én annyit írok, amennyi meg is jelenik, hál' Istennek, tehát nincsenek ilyen fiók dalok, és, és ez viszont azt kell ugye, hogy gyűjjenek, gondolom bennem a dolgok, hogy aztán legyen, amit majd, majd kiírni. Na most, amikor így elképzelem a pillanat rögzítését, vagy így a történetek rögzítését, most nem olyan régen Temesváron voltam pár nap el előtt Hály Jánossal, és amikor már a, az nem olyan hosszú az út, mondjuk tudom, 300 kilométer, de hát végig és az út végén mondta, hogy ez egy hogy kicsit jobban kellett volna vigyáznom a számra, mert egy íróval ülök, akinek minden történet hirtelen a fejében átalakul, és ebből simán át, hogy regény lesz. Mondjuk most az életemet hagyjuk, de de hogy de te. Te, te, hogy át az életeden a történeteket? Van ilyen, amikor érzed, hogy fú, ebből, ebből lehet, hogy egy tök jó dal lesz, vagy, vagy ez most nekem nagyon fontos, vagy, vagy ez az, ami, ami, tudom, hogy még egy pici idő, de, 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 aztán át fogom tudni adni a közönségnek. Nem, nincs ilyen, de, de, de ez a terv. Pont, pont amúgy tegnap, tegnap jutott eszembe legelőször ennek a fajta gondolatnak, vagy motoszkáltak a fejembe, hogy, hogy nem, én, én, én érzéseket szoktam, amik kiírni magamból, vagy egész egyszerűen, én meg se tudom fogalmazni másképp, csak, csak a dalba. Tehát nincsen olyan, hogy valamiről szeretnék írni, vagy, vagy valamit meg szeretnék kimondottan osztani a, a, közönséggel, és azt írom le, hanem egész egyszerűen csak úgy jön. Viszont egy pár alkalommal írtam már úgy, mint a Visszajövök című dalunkat, ami, ami ami ilyenfajta felkérésre kért, az otthon Igen. érzésről, otthonunkról írjak dalt, hogy, hogy, hogy nyitott szemmel járjak, el a világba, és hallgassak meg jó sztorikat, amik akár majd, akár majd, egyszer belekerülhetnek egy, egy dalba, és ez ugye a következő időszakra tervezendő. Az még nagyon izgatna, hogy azzal kezdtem, hogy ott voltam most gyárgyóban ezen a koncerten, és, és hát iszonyú nagy élmény volt. Nyilván, amikor ennyi ember együtt van, az már önmagában egy, egy fantasztikus energia, meg egy fantasztikus erő. De nagyon sok interjúban ugye leszokták írni, hogy, hogy honnan indultatok, milyen volt az útja ennek a zenekarnak, egyetem megérkezni Magyarországra, az itteni közönséghez, mennyi volt ebben a küzdelem, aztán, aztán volt egyfajta robbanás. De engem is igazából a lelki folyamatok izgatnak, és az, hogy, 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 mi volt benned tíz éve, mit éreztél akkor mondjuk a színpadon, és, és, mennyit változik a ti lelketek? Nyilván minden ember változik, nem, nem, nem csak, nem csak mi. A, mi talán sokkal, tehát olyan a szakmánk, hogy ki vagyunk téve sokkal nagyobb, öm, nem is tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni, ilyen, ilyen öm, nem is csak hogy visszajelzéseknek, meg kapcsolatoknak, hanem egész egyszerűen a, 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 egy tükörnek, egy nagyobb tükörnek, öm, és emiatt talán sokkal hamarabb juthatunk el bizonyos dolgokba, önmagunkkal szembe. Én azt gondolom, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt sokkal, sokkal forró fejűben és, és, nagyobb léptekkel indultam volna el bármerre. Most, most ugyanúgy megteszem ezeket, viszont, viszont, csak olyan, olyan, nem is az, hogy ráérősen, hanem, hanem megélem közben talán. Vagy Jó, próbálom egy megérkezés, tehát Nem tudom, mi volt a cél. Most megint egy példát mondok. Tegnap egy irodalom egy kisfőt megkérdeztem, hogy, hogy mi szeretne lenni, mi a célja és azt mondta, hogy egy influencer akar lenni, és mondom, hogy oké, okay, miért szeretnél influencer lenni? De volt, aki azt mondta, hogy ő egy utcai rendőr, volt, aki egy középiskolai magyar tanár akart lenni, és volt, aki egy űrkutató. De uh -huh. ez a kisfiú uh -huh. az első sorban egy influencer, uh -huh. és megkérdeztem, hogy miért szeretnél influencer lenni, és azt mondod, hogy azért, hogy híres legyen. És ez egy tök jó lenyomat arról, hogy nagyon sok esetben mi az, ami amivel szemben a zenét, meg az irányamat feltesszük, de neked mi volt a fejedben, amikor amikor mondjuk először volt egy ilyen Bagosi Bödelez Company koncert, ott álltatok, és oké, okay, ennek most nekivágunk. Tehát a hírességnek köz köze nincs hozzá egyáltalán. A, talán, tehát nyilván ott volt az, hogy olyan csináljunk, amit szeretünk. Engem, engem, tényleg örök életemben nem az általános megszokodók érdekeltek, hanem tényleg a, 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 legelső az az volt, hogy pörögjek a hátamon, meg a fejemben, A második az, hogy hány lépcsőfokot, milyen szaltóba ugrunk le a görkorival, tehát mindig, mindig ezek a dolgok ö, érdekeltek, és az zenével kapcsolatban is valahogy ö, az önkifejezés valamilyen formája, de nyilván, nyilván a, a az, hogy, az, az, hogy kapunk valamit vissza a közönségtől, tehát ez oda-vissza működik, talán ennek a, ennek a az érzete, az, hogy amikor legelőször már lefogunk egy pár akkordot a gitáron, és eljátszunk valamit a tábortűznél, akkor, akkor már akkor az a két-három srác, aki ott van mellettünk, az ugyanúgy énekel velünk hiába, hogy ő mondjuk nem fog gitárt a kezébe, és ő lehet, hogy a közösség része marad mondjuk élete során, de, de, de ugyanúgy ott az egy, az egy ilyen Hát ez egy ilyen kommunális együttcsinálás valami. És, és most, most is valahogy, ilyesmi formán érzem, hogy, hogy a közönség nélkül nyilván nem lehetne a zenekar, a, és fordítva sem, és akkor ez, ez így, így együttműködik, együtt ad valami nagyot, akkor, akkor érvényesül. És, és ennek a Hát ennek a tudatalattia vezethet, szerintem, hogy vezethetett. Tehát nyilván ö, ö, akkor is elképzeltem valamennyire, hogy állok valamilyen színpadon, és devagány lesz, és ezt tudok játszani egy és két nótát, de, de nem voltak konkrétak. Egész egyszerűen csak a, mindig csak egy lépést előre uh -huh. alapon néztünk előre, azokat, azokat megtettük, mindig tudatosan dolgoztunk, érte, Tehát az mindig, mindig ki volt találva. Mondjuk egyet léptünk, és hármat láttunk előre, de, de. És akkor ez így, ez valahogy így. Neked van olyan, hogy példaképed vagy valaki, akiért, aki miatt, vagy egy formálta a, a, a személyiségedet, vagy a pályádat, tehát aki miatt azt mondta, hogy azt tudod csinálni, amit. Ne, ez konkrét konkrét személy nincs, nagyon sokan formálták, szerintem úgy alatt, tehát alapköz a, a kezdetektől, ahogy, ahogy mostanáig haladunk, és, és nyilván köztük vannak olyan személyek, akikkel nem tudom, személyes kapcsolatom van, például Győr Laci, aki a legelején uh -huh. tanított kicsit gitározni, meg ott együtt zenégettünk a gitárkörökön. Amúgy Atta, a miénk a, 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 a gitáros, ő egy tíz évvel idősebb, mint én, tehát ő, igen, tőle, igen. tőle rengeteget kaptam, megtanultam. Um, és, 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 vannak nyilván külföldi nagy világsztárok, aki nem tudom, most éppen Bruce Springsteennek olvastam el utajára az életrajzi könyvét. Őt úgy gondolom, hogy egy ilyen, egy ilyen és, és, úgy amennyire még olvastam egy párat rajta kívül, és, és mondjuk eddig ő áll a legközelebb így a, hogy mondják, ahogyan élheti meg a rockstárságot, vagy ahogyan felfogja az egészet, vagy ahogy, ahogy küzd érte, vagy amit, amit, amit csinál. Tehát ő azért nem egy, egy ilyen tipikus um, nem tudom. Hát kicsit kívülálló volt nekem mindig, de mégis olyan erővel, hogy hát annyira elleminek érzem az ő színpadon. igen, 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 Jó, akkor ő egy közös kedvenc, így a videó vége felé légy szíves, nekünk valakit, aki, akit, aki akinek a könyve szintet minden ott kell, hogy legyen. Ajaj. Na nem De a Bruce Mixon amúgy az nem hát, rossz. Jó. Jó, az, okay. az, nem rossz. Szerintem legyen ez. Okay. Legyen ez. Azért, mert mert sok mindent lehet belőle tanulni, abszolút, és, és kevésbé szól a zenéről amúgy, mint, mint sokkal inkább másról. Jó, de ma azért a Harry potter is előveszem, olyan, hogy olvastam. Köszönöm, hogy eljöttél. Eljött Köszönöm eljött, szépen. Köszönöm